következő kísérlet, amit be szeretnénk mutatni, az arról szól, hogy hogyan készíthetünk otthon lávalámpát, hogyha még nincsen. Ugye ehhez a kis lávalámpás kísérlethez most egy mérőhengert használunk fel, amibe alulra egy kék ételfestékkel megfestett vizet töltöttünk, és látható, hogy nagyobb arányban fölé sima étolaj került. Ennek az a lényege, ahogy látszik is, hogy ugye teljesen másfajta a két folyadék, ezért a víz sosem keveredik az olajjal, és így az olaj mindig a víz felületén, felszínén fog úszni. Most azt használjuk ki, hogy egy régi pezsgő tablettánál, amit majd beleejtek a mérőhengerbe, a gáz fejlődése során a vízbuborékokat fog kiszakítani itt az alsó rétegből, és azt fogjuk látni, hogy a víz nem keveredik az olajjal, tehát a vízbuborékok úgymond melegítés és elektromos áram nélkül elkezdenek majd áramlani a felső részbe helyezett olajban. Használhatunk régebbi pezsgő tablettákat is, amiknek esetleg már lejárt a szavatossága, és egy ilyen érdekes otthoni kísérlet során látható, ahogy a kis buborékok áramlani kezdenek a felső olajrétegben. Az is látható, ahogy a buborék, ahogy leérkezik a felület határa, egy idő után visszaoldódik a víz a vízbe, tehát a fázis határnál egy idő után a buborékok eltűnnek, hiszen visszapukkannak, úgymond süllyednek a vizes rétegbe, ahol viszont már visszaoldódik az ételfesték.